Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét találkozunk. Remélem, hogy hasznos időt fogunk tölteni együtt, és szívesen meghallgattok ti is engem. Most ez alkalommal a Bibliában említett vagy leírt 10 csapásról fogok beszélni. Elmondom nektek, hogy Isten népe, Izrael népe hosszú ideig, több száz évig Egyiptomban lakott. Volt akkor, abban az időben, amik ők Egyiptomba költöztek, egy nagyon, de nagyon kedves fáraó király, és örömmel befogadta őket. Nagyon kedvelte az egyik embert, Józsefet, és mindenkit befogadott, jó helyet adott nekik, és boldogok voltak Izrael fiai ott Egyiptomban. Mindenki szeretettel bánt velük. Majd, amikor ez a kedves fáraó meghalt, utána egy nagyon konok fafejű, kemény szívű fáraó lett az uralkodó. Hát ő nem szerette ezt a népet, Izrael népét. Görbén nézett rájuk, és rosszul bánt fel. Micsoda nép ez, mondta a fáraó, majd elbánok én belőle. Nem szeretnek ezek dolgozni. Meg hát, ki tudja, mi tudja. Igaz-e az, ami régen volt, hogy ők itt fontos emberek voltak Egyiptomban? Most hát, ezt nem kedvelem én, ezt a népet, nem tetszik. Nem tetszik a ruhájuk, nem tetszik a képük, nem tetszik a bajuszuk, a szakálluk. A gyerekek vigyorgása, nem tetszik nekem. Nem, utálom őket. És egyre rosszabbul bánt ez a furcsa, kemény szívű fáraó, vagyis király a néppel. Nagyon-nagyon keményen bánt velük, nem adott nekik fizetést. Csak úgy dobott oda nekik egy darab kenyeret, meg valamit, egy almát, egy félig rothadt almát, na egyétek, nem érdemeltek többet. A népnek pedig rossz volt a sorsa, a gyerekek éhesek voltak, sírtak, a szülők nem igen tudtak mit adni, a fáraó nagyon kegyetlen volt. És úgy gondolta a nép, hogy megszökik innen Egyiptomból, vagy valahogy, és egy más helyen fognak letelepedni. Viszik az egész családot, kecskéket, birkákat, kutyákat, macskákat, mindent visznek magukkal, és hogy jó volna, de hát ez a fáraó nem engedte el őket, hanem ingyen dolgoztatta őket. És egy napon Isten azt mondta Mózesnek, Mózes is ehhez a néphez tartozott, azt mondta neki, hogy hozd ki, vezesd ki népemet onnan Egyiptomból, szabadítsd ki őket ennek a gonosz fáraónak a kezéből. És hát Mózes gondolkodott Isten szaván, és komolyan vette végül, és elhatározta, hogy elmegy Egyiptomba, és beszél ebben a kemény szívű fáraóval.
Maga mellé vette az erős bátyát, olyan izma volt a bátyának, hogy más emberek remegtek tőle. És akkor Mózes, mielőtt útra készült volna, akkor a kezébe kapott egy nagy husángot, egy nagy botot, egy nagy, hatalmas botot, és hát így igyekeztek ezzel a furkós bottal, hogy bekopogtatnak a fáraóhoz, ehhez a rossz szívű, kemény szívű fáraóhoz, és elmondják neki, hogy hát nekünk nagy istenünk van ám, ó fáraó, téged meg tudna semmisíteni, tudod fáraó, mint nekünk nagy istenünk van, mi hiszünk egy nagy istenbe, és ha nem engedsz ki minket, ezt a népet innen Egyiptomból, akkor téged meg fog Isten büntetni. És hát megérkeztek, fölmentek a lépcsőn, a király palotába, és éppen ebédelt a király. Nagy, finom marha combot rágott, csupa zsíros volt a szája, még a bajussza is, és jelezték neki, hogy uram fáraó, ó drága király, két ember érkezett ide, nagy bottal kopogtattak. Azt mondták, hogy Isten küldte őket ide hozzád, bejöhetnek. Hát a fáraó borogva azt mondta, hát üljenek, na lássuk. És akkor bementek, és a fáraó elé álltak. Áron kezében volt a nagy furkós bot, és szigorú tekintettel nézett a fáraóra. Azt mondták, hogy jó napot, uram, fáraó, drága Egyiptom királya, azért jöttünk, hogy bocsásd el ezt az Izrael népét, aki itt van a te országodba, hogy hadd éljen szabadon, keresi a maga hazáját. Hát erre a fáraó kidőlesztette a szemét, és azt mondta, hogy mi? Micsoda? Mit mondotok? Hogy én a fáraó bocsássa el ezt a népet, meg hogy nektek olyan nagy istenetek van, hát tudjátok meg, hogy Egyiptomban én vagyok az Isten. Nálam nagyobb Isten nincs. Ha már arra a nagy különös Istenre hivatkoztok, akkor tegyetek csodát! Majd hiszek, hogy nagy erős Istenetek van. Hát, mi is történt itt? Akkor Mózes megmozgatta teljes erővel a nagy botot, és odadobta a fáraó előtt, és a bütykös lába ujja előtt megállt a bot. Képzeljétek el, dur, nagyot koppant, és egy pillanat alatt kígyóvá lett, és így hullámzott a bot, mint a kígyó, és sziszegett a nagy nyelvével, így öltögette a nyelvét, így sziszegett, ugye ti is tudtok sziszegni, hát tudom én már, olyan nagy fiúk, lányok vagytok, hogy nem is kellene ezt bemutatnom, hát ti már tudtok sziszegni, na jó van. Hát a király, a fáraó
kidüresszett szemmel nézt, hogy a bot kígyóvá lett, és ott ficánkol körülötte. Erre azt mondta a szolgáinak, hogy szólj a varázslóimnak, a bölcsemnek, mindenki hozzon magával egy botot, egy nagy-nagy, jó nagy botot hozzon magával. És hát a bölcsek, varázslók, több mint 10 megérkeztek mindenki kezébe, ott volt egy nagy bot. Na és akkor a fáraó azt mondta, hogy hát dobjátok el a bototokat, és adjátok, csináljátok meg azt, amit Áron meg Mózes, hogy kígyóvá változzon a ti bototok. És képzeljétek el, hogy ők is eldobták a botjukat, és azok is kígyóvá váltak. A királyi palota megtelt kígyókkal. Hú, ficánkoltak. A királynak rezegett a bajusza, mert egy kicsit félt, hogy mi lesz, ha ezek a kígyók beleharapnak a nadrágjába, vagy mi lesz itt? Hát, ez történt, és hogy hát a fáraó vonogatta a vállát. Hát azt mondta, hogy az ő emberei is tudnak ilyen csodaférét csinálni. Hát ez, Mózes, Áron, hát ez nem olyan nagy dolog, tudta azt az egy botot, ezek 10 botot is kígyóvá tudtak változtatni. És hogy mi történt? Hát, az történt, hogy Áronnak a botja, vagyis a kígyója, a többit mind fölfalta. Hát, ekkor volt a nagy csoda. De hát, a fáraó kínjába elkezdett röhögni, amikor látta. Ki tudja, mi ez? Nem hiszek én az ilyen mesének, amivel Mózes és Áron beszélt hozzám, hogy nekik nagy istenük van. Elég nagy isten vagyok én. Hogy ez a nép nem jól érzi magát, na majd teszek én róla. Majd még több munkát adok nekik. Majd még megdolgoztatom őket, majd kifárasztom őket, és rohannak haza, hogy kipihenjék magukat, és nem forgatnak ilyet a fejükbe, hogy más hazába költözzenek. Nem mehet a népet sehova, tűnjetek a szemem elől, mondta a fáraó. És Mózes és Áron elmentek a királyi palotából, és imádkoztak, hogy Isten mit akar tenni. A mi Urunk Jézus Krisztus nagyon sok csodát tett, de ő a betegeket gyógyította meg, és a legnagyobb csoda az, hogy ő meghalt a Golgotán értünk, hogy megmentsen minket, hogy üdvösséget, örök életet adjon nekünk. Tehát Egyiptomból kihozta Isten ezt a népet, dicsőség Istennek, hogy ő legyőzte a fáraót. De még sok-sok történet lesz, még 9 történet van hátra. Szeretném, hogyha itt lennétek a jövő alkalommal is, és megnéznétek ezt a bibliai történetet.